És így már 4 maszk le van szabva egyből. Előbb az anyagot szabja ki Zsinka Jánosné, majd kezdődhet is a maszkok varrása. A tolnai nő napi több óra munkával önként készít ilyen védőfelszereléseket, főleg a helyi családoknak és a városban a vírus terjedése idején is folyamatosan működő cégek munkatársainak. Úgy indult ez az egész, hát, hogy a gyógyszertárakba elfogytak a maszkok, és akkor a Facebookon láttam, hogy mindenki nekiállt maszkot varni. És akkor gondoltam én is, hogy hát nekiállok, és elsősorban gondoltam, hogy az utcába becsomagolom, és tudom, hányan laknak egy házba, és oda be fogom dobni. Az élet viszont közbeszólt, mivel még az első maszkok kiszállítása előtt a helyi újságban megjelent Zsinka Jánosnéről és az általa vart maszkokról egy cikk, ami után elkezdték a városban élők megrohamozni őt. Sokan voltak, akik maszkot szerettek volna kapni, így aztán változtatni kellett a taktikán. Elkészültek az első maszkok, és abból a vándorló szépkorúaknak, aki kért, Facebookon feltettük a csoportba, és aki kért, annak mindenkinek a férjem elszállította a maszkokat. És akkor utána jöttek sorba a felkérések. Egy nap alatt olyan 30-40 darabot tudok megvarni. Még levagdolom, mert nem szeretem, ha tele van szérnával. És mikor ez megvan, akkor összehajtjuk, és akkor így várjuk meg. Itt elvarjuk, és itt hagyunk egy lukat, ahol majd kifogjuk. Na, ez így kész van. Nagyon sokan felkerestek, hogy nem varnák a családtagjaiknak, úgyhogy ilyen kisebb mennyiségbe 5-10-et így is kértek. Így aztán hirtelen annyi maszkra lett szükség, amennyit Zsinka Jánosné egyedül már csak lassan tudott volna megvarni. Ekkor kapcsolódtak be a nemes kezdeményezésbe azok az asszonyok, akikkel egyébként közös foltvarró klubja is van a tolnai nőnek. A foltvarró társaim is besegítettek 5 személy, a Széchenyi Gyuláné, Parragné Marika, akkor a Mészárosné Marian, Karkus Lászlóné és a Molnár Lászlóné besegítettek a varrásba, és így sor került arra is, hogy az öregek otthonába is eljutattunk 70 darab maszkot. Nem csak a foltvarró társai segítenek Zsinka Jánosnénak, a család tagjai is kiveszik a részüket a munkából. Férje például a már kész maszkokat szállítja ki, de még az egyik unokának is jut munka. Az unokám itt van, mert én nálam van, mert van még másik 2 unokám, és akkor ő szabja nekem mindig a gumikat. 22 centire kell leszabni. A maszkokból aztán olyan cégek munkatársai is kaptak, akiknek most is folyamatosan dolgozniuk kell. Így például szép számba jutott boltosokhoz és az egyik helyi gyárba is, sőt még Fácánkertbe és Murgára is kerültek a tolnán készült maszkokból. Ővelük társkapcsolatban vagyunk, oda nagyon sokat járunk, ők is segítenek nekünk, és akkor én úgy gondoltam, hogy most én is felajánlom, és akkor én is nekik is juttatok. És még a Fácánkertiek is felkerestek, mert oda is járunk a klubba, az idősek klubjába, hogy őnekik is nem-e varnák, mert ott nem var sajnos senki se. És akkor így, hát húsvét előtt csak 10-et tudtam nekik adni, de most megvan már a 30 darabot, megjuttatok nekik. Én összesen 350 darab maszkot vartam eddig, a foltvarrók 150-et vartak, úgyhogy majdnem 500-nál tartunk. A maszkok főként már nem használt ágynemű húzatokból és lepedőkből készülnek. Mivel én foltvarró vagyok, és én hozzám nagyon sok ember hoz végül is, ami örökségek voltak régen a nagymamáktól, meg minden, és őnekik ez a dolog már nem kell. És nagyon sokat idehoztak, ezek pamut anyagok, ágynemű húzatok voltak, meg ágynemű párnák. A mosható és vasalható maszkokért Zsinka Jánosné nem fogad el pénzt. Az alapanyagnak megfelelő vászon és gumifelajánlás viszont mindig jól jön neki a munkához. Volt olyan is, akinek adtam maszkot, és cserébe hozott nekem lepedőanyagot, meg gumit. Gumit főleg kértem, hogyha felhívtak és mondták, hogy mennyibe kerül, mondtam, ez nem kerül sem mennyibe. Csak ha esetleg tudnának nekem gumit szerezni, akkor azt szívesen elfogadom. És nagyon sok
sokan hoztak nekem gumit. Az igaz, hogy szélesebb gumit kaptunk, de én azt megfeleztem, és akkor el lett cakkozva, hogy ne foszlodjon, ezek a pirosak, ezek mind abból készültek. De mondom, magánszemélyek is nagyon sokan küldtek gumit nekem, és most is, ha adok, Fácánkertbe is viszem, akkor mondom nekik, hogy ha 1 méter is van, az is jó, mert annyival több maszkot tudok varni. Na most itt hátul van egy luk rajta, ez azért is jó, mert ha még valaki szeretne bele betétet tenni, akkor ide szépen be lehet tenni papírzsebkendőt. Olvastam már, hogy ezt a geotextiliát, a porszívónak a zsákját, mindent kivágnak kis kockákra, beleteszik, és akkor még jobban véd. Azért csinálom, hogy talán kicsit részt veszek abba, hogy megelőzzük a betegséget, mert attól nagyon fél mindenki. Thank you.